Újra itt vagyok, most magyar olvasásokat hoztam, mert konkrétan az utóbbi időben elolvasott könyveim között volt kettő darab, ami hát az egyik sokkolt, a másik pedig teljesen extázisba kerültem tőle, úgyhogy jöjjön is a két könyv. Tehát az első, amit elolvastam, mármint nem ő volt az első könyv, hanem az első könyv, ami sokkolt, az ugye az Árt ajtók mögött volt az a könyv, amitől én konkrétan sokkot kaptam. Nézzük meg egy pár mondatba, hogy miről is szól a könyv. Nos, a könyvben van egy hölgyeményünk, aki összetalálkozik, hát szerinte álmai hercegével, és álmai hercegéhez hozzá fog menni. Na most Gracie-nek van egy Milli nevű húga, és hát az ő történetükkel indul ez az egész. Kicsit ugrálunk ugye jelen és múlt között, tehát a jelenben már egy házas párnak az életébe tekintünk bele, viszont visszaugrunk a múltba, ahonnan mi megtudjuk, hogy a házas pár hogyan találkozott. Hát a férjével úgy gondolják, hogy magukhoz veszik majd Millit, viszont ez a történet nem Milli története, hanem Grace-nek és Jacknek a története. Az, hogy Jacknek is hányatatott sorsú gyerekkora volt, hát ezt hányatatott sorsú gyerekkornak nem feltétlenül mondanám, inkább ő hányattatta magát ebben a sorsban, ebben a gyerekkorban. Tehát nagyon durva az, ami itt történik. Azt mindenkinek elmondanám, hogy én a párommal, az én drága férjemmel konkrétan, hát egy hónapos kapcsolat, ugye, nem is voltunk együtt igazából, mert nagyon keveset találkoztunk. Tehát ebben az egy hónapos kapcsolatban én egy hónap után hozzámentem, egy éven belül pedig már babával a pocakomba hozzámentem feleségül. Tehát nem feltétlenül törvényszerű az, hogy Gracie az egy nem normális idióta lett volna, azért, mert gyorsan férjhez ment, gyorsan szerelembe esett, és elhitt egy csomó mindent. Hát valljuk be őszintén, voltak már ilyenek ugye a történelemben, mindig ezt szoktam mondani, de már volt olyan, hogy valakik szerelembe estek, gyorsan összeházasodtak, és hát őszintén a Geriről is kiderülhetett volna, hogy nem teljesen százas, mondjuk ez egyébként így is van, vagy az, hogy egy pszichopata. Igen. Az, hogy hogyan alakul a sorsuk, ez szerintem abszolút, hát igen, már az elején tudva levő, tehát nem spoilerezem el, hogyha elárulom, hogy bizony ez a fiatalember nem teljesen épp szellemileg. Nagyon-nagyon jó volt a könyv, nagyon jó volt a felépítése, engem általában szokott idegesíteni, hogyha ez a jelenmúlt, ugrándozás van. Most ez nem történt meg, most ott ültem az ágyon konkrétan, olvastam ezt a könyvet is. Hát remektem, rázott a hideg, tehát így nekem ez volt az első érintkezésem ezzel, én vagyok a romantikus Szabi, ugye, és hát nekem eddig még nem volt ilyen könyv így az életemben. Ezt egy ajándékozásra kaptam ezt a könyvet, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy az ajándékozóm ezt a könyvet választotta. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki egy kicsit borzongani akar, egy kicsit, hát én nagyon vártam, hogy mi lesz a megoldás, és megmondom őszintén, hogy le a kalappal a Grace előtt. Én nem biztos, hogy idáig kitartottam volna. Egyébként volt eszembe az a megoldás, ami majd a végén jön a könyvnek, de igen, rajzoljál. Azért azt úgy el kell árulnom, hogy lehet, hogy én megkattantam volna. Tehát, szóval mindenkinek ajánlom ezt a könyvet. Nagyon jó volt is ilyen. Jó! Hát a másik könyv arról előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy az én drága férjem, amióta én ezt a könyvet megkaptam,
folyamatosan csak tukmálta, hogy olvasd el, olvasd el, olvasd el. Ugyanis miután megérkezett az egy gyönyörű ajándékcsomagomban ez a könyv, hát én is tukmáltam a férjemnek, mondtam neki, hogy olvasd el, ez végre nem a kedvenc szerzőtől van, hanem valami más, valami teljesen új, és lehet nagyon fog tetszeni. Na ez így is történt, elolvasta, beleszeretett. És akkor ott álltam én, aki itt folyamatosan győztetett, hogy olvasd már el, viszont nekem azért be volt tervezve egy-két dolog előtte, úgyhogy így nem sikerült nekiállnom. Majd végre engedtem a nyomásnak, és a kezembe vettem Anne Bishopnak a Vörös betűkkel című könyvét. Úristen! Hát, ja. Tehát Anne Bishopnak, akit én mindig Anne Bishopnak mondani, mert nekem ilyen németesen áll a számra, de ő Anne Bishop, mint ahogy azt az én férjem felvilágosított. Nos, a Vörös betűkkel, hát úristen, hát úristen, hát nagyon durva volt. Az, hogy fantasy, az egy dolog. Na most mostanában mindenki tolja ezeket a fantasy könyveket, és igen, én már egy kicsit úgy voltam vele, hogy valami más, kérlek, valami jöjjön, mert hogy így most már elegem van. És egyébként én még nem is vagyok olyan nagy fantasy rajongó, jó? Tehát ezt tudni kell rólam, hogy én mindenféle könyvet elolvasok. Tetszenek ezek a fantasy könyvek, csak úgy vártam valami áttörést, valami durvát. Az egyik áttörés egyébként az a dark fantasy-s könyv volt, amit olvasom, ugye az Anne trilógia, de majd erről is később beszélek, mert hogy annak egy külön videót szeretnék. Jó, tehát Anne Bishopnak, szóval Anne Bishopnak a Vörös betűkkel című könyvéről, hát annyit kell tudni, hogy én elkezdtem olvasni a könyvet, és így nem értettem, hogy a csár miért akarja magát megvagdalni. Tehát így, igen, tehát így, mitől lesz vörös betűkkel? Tehát. Na és akkor, igen, rajzolsz egy fát, nagyon ügyes vagy. Na hát, ha már fát rajzolt, akkor ugye a borítón is lehet látni, hogy hát egyébként meseszép borítója van, majd meg fogom mutatni az angol borítót, mert az sem csúnya, viszont ezt a magyar borítót, portugál borítót vettek át magyar borítónak. Csodálatosan szép. Na, és akkor van ugye, na, tehát ott tartottunk, hogy ugye vagdalja magát, meg minden, és így nem értettem, hogy te Isten. És akkor, hát, amit egyébként én nem nagyon szoktam, így beleolvastam a tartalmába, és akkor azt mondja, hogy Maggie Corbin vérprofita. Aha, tehát akkor ő egy vérprofita, és ezért kell, hogy folyamatosan hát megvágja magát. És miért kell, hogy megvágja magát? Azért, mert akkor azt mondja, azaz, ha a bőrén vágás nyomán kiserken a vér, látja a jövőt. Mondja, virágot rajzol, hogy ügyes vagy. Most utána olvastam, és egy ilyen eltűnt. És akkor én ott ültem konkrétan, mindjárt egy picit belemegyek a tartalmába is, természetesen spoiler nélkül, de hogy így ott ültem, és így úristen, hát hol van a folytatásod, úristen? Na már most ezért is mondom azt, hogy olvassatok idegen nyelven, mert például mi már megvásároltuk angolul a második és a harmadik részét, nem sokára a negyedik részét is meg fogjuk vásárolni, nyilván ugye olvasni kell, és majd csak utána megvásárolni a többit, de itt már Angliában például az ötödik része fog kijönni, tehát amiért én szoktam mondani, hogy olvassatok idegen nyelven, az többek között az, hogy aki szerette ezt a könyvet, az tudja tovább olvasni. Tehát Vörös betűkkel ugye van nekünk vérprofétánk, ugye akit Maggie-nek hívnak, és hát ő úgy kezdődik a könyv, hogy menekül, azt nem tudni, hogy mi elől, de hát nyilván ugye a vérprofétákat azért, hát biztos, hogy ha látja a jövőt meg minden, akkor valami olyan elől menekülhet, ami gonosz. Szóval menekül, és hát betéved egy olyan udvarba, ahol hát ilyen alakváltó farkasok vannak, meg mindenféle olyan üzletek, hogy ha valaki ellop egy könyvet a könyvesboltból, akkor leharapják a kezét, meg tehát ilyen alapvető másféle törvénykezés van, de akkor vannak emberek, meg jön a rendőr, meg vannak szellemmedvék, meg hát szóval mindenféle ilyen nagyon érdekes dolgok, ja, meg vámpírok, tehát ez egy igazi fantasy, mondhatnám úgy is, hogy egy igazi fantasy csoda, mert olyan brutálisan jól írja le az írónő ezeket a lényeket, meg az alakváltásokat, meg szóval úgy az egészet el tudod képzelni, az udvart, el tudod képzelni, hogy néznek ki ezek a, amikor még csak alig vált alakot, félig farkas, félig, és itt szőrös, és ott
még olyan körmei vannak, meg olyan mancsa van, meg minden, tehát iszonyatosan jó. Ebben a könyvben ugye jön a Megi, tehát vannak alakváltok, meg minden, ezt ugye elmondtam, no és Megi bekerül ebbe az udvarba, és hát ugye próbál segítséget kérni, de nem úgy kér segítséget, mint ahogy azt mi elképzeljük, hogy oda megy, hogy figyelj, mert farkas kölyke, segítsen már neki. Tehát ez így nem így működik, hanem konkrétan ő munkát vállal az udvarba, és később kiderül, hogy ő kicsoda, őt üldözőbe veszik, és az udvar hát vezérének, irányítójának el kell dönteni azt, hogy kiállnak-e a vérproféta mellett, avagy kiadják őt, mert őt egy nagyon értékes számnak tartják, mondjuk így, nem is nevén körözik, hanem egy szám alapján körözi. Csodálatos összefogás van, nincsen benne, hát a romantikus szál az mondhatni hiányzik belőle, de mégis ez a könyv sokkal-sokkal többről szól. Lehet, hogy nincs benne csöpögős, szerelmi szál, viszont van benne sokkal több, a szeretetnek az erejét, ahogy leírja. Én nem kell nyálazásra gondolni, ez egy fantasy könyv, kőkemény karakterekkel, kőkemény eseményekkel, de mégis az összetartás, az egymás mellett kiállás, az mondjad. Igen. Az mégis csodálatos, tehát én brutálisan megszerettem ezt a könyvet. Arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném megdicsérni a fordítót. Ha egyszer fordító akartam volna lenni, akkor ilyen munkákat adtam volna ki a kezemből. Tehát a vörös betűkkel, ami a Twister Media kiadásában jelent meg, igen, ez a reklám helye volt, nem recibe kaptam. Szóval Twister Media, N. Bishop, a vörös betűkkel című könyve. És akkor megmutatom, hogy így néz ki az első része angolul. Igen, így egymás mellé rakom őket. Hát jó, nyilván azért a magyar borító az sokkal szebb, de azért szerintem ez sem olyan csúnya. És akkor, amivel fogjuk, mert ugye nem csak én, folytatni, az a második része. És ugye a harmadik része. Elég könnyed olvasmány, és én ajánlom mindenkinek. Azt még pluszba szeretném elmondani, hogyha bárkinek bármilyen amazonos vagy book depository is problémája adódna, akkor nyugodtan kérjen segítséget. Egyébként Facebookon, akár a Mojon, e-mailben, bárhol, vagy a videó alatt kommentben is el lehet engem érni. A linkeket majd ki fogom rakni, de egyébként a Facebook oldalamon, amit a videó alá fogok linkelni is, megtaláljátok mindkét könyvnek a linkjeit. Nyilván az zárt ajtók mögöttetnek az angol linkjét is ki fogom tenni, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy elolvassa a könyvet angolul, akkor a linkeket már fogjátok találni. Legközelebb azt hiszem, most megúszlak bele a turnomhajomba. Oh! Jó, szóval a következő videómban egy TBR listát szeretnék összeállítani. Nekem is kell az, hogy lássam, hogy miket akarok olvasni, és ne az legyen, hogy kapkodok jobbra-balra. Tehát egy TBR listával fogok jönni, valószínű, hogy azzal a hét közepetáján fogok előrukkolni, és akkor majd a végén pedig a következő videómmal, ami német olvasások lesznek. Jó, ha tetszett a videó, akkor nyom egy lájkot, hogyha szeretnél még több videót, akkor pedig kezdj el követni a csatornámon. Nekem az mindig pozitív visszajelzés, úgyhogy már csak annyit szeretnék mondani, hogy olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven, és sziasztok! Nagyon csak hát, hogy jössz ide! Köszönjél már, uram, mondjad szia! Mondjad szia! Rajzolsz? Mondjad már, szia! De nem öleg, de! Ne!
nem fogok oda nézni. Jó. De kibírnám, mert elkezdtem olvasni. Na, majd megvágom.